Nagy fölénnyel a néppárt nyerte a regionális választásokat Madridban. Az előrehozott választásokat a néppárti Díaz Ayuso regionális elnök írta, aki miután összeomlott a helyi kormánykoalíció. Az exit poll adatok szerint a konzervatív párt a regionális parlament 136 képviselői helyéből 62-65-öt szerezhet meg, így nem lesz abszolút többsége. A szélső jobboldali Vox csak negyedik lett, de koalíciós partnerként szóba jöhet a néppártnak. Jelöltjét a Femen aktivistái zavarták meg a szavazásnál. Második helyen a szocialisták végeztek, 25-28 mandátumra számíthatnak a madridi parlamentben. A szintén baloldali több madrid párt végzett a harmadik helyen. Elemzők szerint a konzervatívok megerősödése a regionális választáson figyelmeztető jel a szocialista Sánchez kormánynak.